Rendkívül veszélyes az utóbbi napokra jellemző éjszakai mínusz 10 fok körüli hideg, különösen azokra nézve, akik az utcán élnek. Ilyenkor sokan még azok közül is ideiglenes hajléktalan szállón töltik az éjszakát, akik amúgy nem mennének be. Az ideiglenes szálláshelyek most 90%-os kihasználtsággal működnek. Ezzel a témával folytatjuk a mokkát, elsőként a Menhely Alapítvánnyal, akinél már ott van Fuchs Ricsi kollégánk. Ricsi, jó reggelt, tiétek a szó. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen. Valóban itt vagyunk a Menhely Alapítvány székhelyén. Itt van egy éjjeli menedék is. Egy pár szóban mesélj el, kérem, hogy itt hány férőhely van, illetve mennyi, mekkora kihasználtsága most a hideg miatt. Így van, ez a Menhely Alapítvány központja, és itt egy 46 ágyas éjjeli menedékhely található, amely télen 52 ágyal működik, tehát ilyenkor 6 időszakos férőhelyet mindig megnyitunk a téli krízis időszakra. Egyébként tegnap 62-en aludtak itt, tegnapról már a víradóra. Ezt hogy oldják meg? Hát ezeket pótágyal, pótmatracokkal, ugye az ágyak közé matracot rakunk be, és akkor így próbáljuk megoldani. Ugye ez viszonylag a város jó megközelíthető pontján van ez az éjjelmenedékhely, tehát ide azért sokan be tudnak térni. Hogy alakult ilyen? Néhány nappal ezelőtt még az volt a hír, hogy országosan 90%-os a kihasználtsága ezeknek a menedékeknek, a fővároson pedig 85, hogyha jól emlékszem. Ez hogy alakult azóta? Hát ez az elmúlt napokban egy kicsit emelkedett, tehát a fővárosban már 88, és a országos szinten pedig 92%-os volt a kihasználtság, tehát folyamatosan egyre többen használják ezeket az éjjel menedékhelyeket. Ugye most legalábbis az elkövetkezendő néhány napon ez a hideg ez nem fog elmúlni, sőt még hidegebbeket mondanak. Ez mit hoz önöknek? Mi történik akkor, hogyha elfogynak a helyek? Elképzelhető az, hogy elfogynak a helyek? Hát előfordulhat, ugye mondom, ebben a szállóban is már ugye többen laktak, vagy többen aludtak éjszaka, mint amennyi eredetileg lehetséges, de hát ez sajnos ilyenkor ez így működik. Az is előfordul, hogy akár egy székre beengedünk valakit, hogy ne kelljen még tovább vándorolni, a másik meleg helyet keresni magának. Van önöknek egy úgynevezett krízisautója az elindul este, annak mi a funkciója, mit csinálnak azok a szociális munkások, akik a krízisautón teljesítenek szolgálatot? Hát a krízisautó ugye tehát alapvetően bejelentésekre érkezik, tehát ugye a diszpécser szolgálatunk 24 órában fogadja a lakosság vagy hatóságok által érkezett bejelentéseket, amelyeket hajléktalan emberekkel kapcsolatban kapunk, és akkor ezekre a bejelentésekre küldik ki a krízisautót, amely ott megpróbál megfelelő segítséget nyújtani. A hajléktalan, az utcán élő hajléktalan emberek bejönnek maguktól is, vagy időként győzködni kell őket, hogy a hideg miatt inkább jobban teszik, hogyha eljönnek egy ilyen? Mind a kettő jellemző, tehát ugye az elsődleges cél, hogy becsábítsuk őket valamelyik ellátó intézménybe, ez lehet akár nappali melegedő vagy éjjeli menedéke, és hogyha mondjuk a melegedőbe sikerült, akkor ott már könnyebb a következő lépést megtenni, hogy mondjuk egy éjszakai szállón töltsék az estét. Ez teljesen egyénfüggő, tehát van, aki magától bemegy, van, akit nagyon sokáig kell győzködni, és van, aki akkor sem megy be, hogyha mínusz 20 fok lesz odakint. Hogyha például a munka miatt én ilyen éjszakai időpontban érek haza, vagy pedig indulok el, és látom, hogy valaki fekszik az utcán, én civilként, privátként mit tehetek? Hát elsősorban azt szoktuk tanácsolni, hogy legyen ilyen szóba azzal, aki ott fekszik, vagy akiről úgy gondolja, hogy segítségre szorul, és hát kérdezze meg, hogy tényleg van-e valamilyen segítségre szüksége, hogyha igen, akkor pedig az a tanácsunk, hogy hívják a diszpécser szolgálatot. Ugye itt a közép-magyarországi régióban ezt a plusz 36 1 338 41 86-os telefonszámon lehet megtenni, illetve fent van a honlapunkon az összes régióban ez a diszpécser szolgálatoknak a telefonszáma, tehát bárki, aki az országban találkozik ilyen helyzettel, az tud kit hívni, hogyha bajba került emberrel találkozik. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, szót pedig visszaadom a stúdiónak.